November 29-e és december 16-a között Franciaországban rendezik a női kézilabda Európa-bajnokságot. A magyar válogatott szövetségi kapitánya kihirdette a 28 játékos számláló bőkeretet. A jobb szélsők között a ferencvárosi Faluvégi Dorottya és Lukács Viktória mellett ott van a Kisvárda Masterguldese csapatkapitánya, a Nemzeti Együttes mezében 2009-ben bemutatkozó és azóta 39 alkalommal pályára lépő Orbán Adrien is. Számítottam rá, mivel ugye voltam most legutóbb is a válogatottban, úgyhogy úgy gondolom, hogy nem volt meglepetés. Hát majd a szűkítésnél majd meglátjuk, hogy dönt a szövetségi kapitány. Az majd ugye szűk egy hónap múlva kiderül. Két fiatal van mellettem, látok rá esélyt, hogy megyek, ez persze még azon is múlik, gondolom, hogy itt a következő meccseken hogy teljesítek, de szerintem lehet, hogy már el is dőlt, nem tudom tényleg, hogy megyek-e, meglátjuk. Pásztor Bettina nyáron érkezett Debrecenből Kisvárdára, a 25 esztendős kapus azóta kulcsemberré vált új csapatában. Személy szerint én úgy érzem, hogy jól váltottam, én nagyon jól érzem magam itt a csapatban. Én azt gondolom, hogy itt az első, tehát ugye a bajnokság eleje jól is sikerült számunkra, így talán a vált meccsel van ugye hiányérzetünk, mert azt szerettük, nagyon szerettük volna megnyerni. Összességében én pozitívra értékelem, nyilván én nagyon maximalista vagyok, szóval minden egyes meccs után általában van egy kis hiányérzetem, de összességében pozitív szerintem. Pásztor ez év májusában Koszovó ellen Kim Rasmussennél mutatkozott be a válogatottban. A franciaországi Európa-bajnokságon való részvételért a ferencvárosi Bíró Blankával, az érdi Januri Kingával és a győri Kis Évával kell megküzdeni a kisvárdai hálóőrnek. Négyen vagyunk a bőkeretben benne, kapusok. Többek között a többiek már azért régóta kerettagok, én úgymond újnak számítok. Természetesen ezért dolgozom, hogy ott lehessek, nagyon szeretnék ott lenni. Hát a többi az az edző döntése. Az Európa-bajnokságon a magyarok Hollandiával, Horvátországgal és Spanyolországgal szerepelnek egy csoportban. A torna rajtjára 16 játékos nevezhető. A csoportkör során 2, a középdöntő alatt újabb 2, majd a döntő hétvégén ismét 2 játékos cseréjére van lehetőség. A magyar válogatott a kontinens torna előtt Norvégiában lép pályára egy felkészülési tornán a házigazda, Franciaország és Dánia társaságában.